A Balatonszászói Általános Iskola hagyományaihoz híven idén is megrendezi a József Attila szavalóverseny házi fordulóját. A verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező szép, tiszta beszéd iránti igényesség. Mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy a Magyar Írószövetség kezdeményezésére első alkalommal 1964. április 11-én megünnepelt Magyar Költészet Napja az évtizedek során milyen jelentősen hozzájárult a magyar verskultúra fejlődéséhez, a költészet társadalmi megbecsüléséhez. Nem ismerek még egy társadalmi szerveződést, amely oly széles körben, annyi éven át éltet és képvisel egy magasztos ügyet, mint a József Attiláról elnevezett szavalóversenyek. A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el. Első körben szeretném bemutatni iskolánk intézményvezetőjét, igazgatónőjét, Apali Szabó Mariannát. Lőrinc Attiláné Ágota nénit. És végül, de nem utolsó sorban, Kovácsné Ágoston Ilona tanárnőt. A szabadon választott vers elszavalása után a zsűri kiválasztja, hogy az elhangzott előadások közül kik lesznek azok, akik az első három helyezésben részesülnek. Az első helyezett lesz az, aki képviseltetni fogja iskolánkat a kaposvári döntőn. Reméljük, hogy a népszerű verseny tovább mélyíti tanuló ifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét, és körükben egyre több hívet szerez a versmondás terén. A csoda nem a vers, hanem az őt befogadó gyerek. A csoda a kapcsolat. A csoda az adomány, ami a költészet. Mindenkinek eredményes versenyzést kívánok! Kedves gyerekek, kedves versmondók, nagyon szépen köszönjük nektek ezt a mai délutánt. Nagyon sok szép verset hallhattunk tőletek, és köszönjük szépen a kitartó munkátokat, hogy ilyen sok viszontagság után többszöri dátum áthelyezéssel mégis sikerült most itt együtt lennünk ezen a délutáni napon, és természetesen a felkészítő tanáraitoknak, pedagógusoknak, akik segítettek nektek abban, hogy megvalósulhasson ez a program a kis életetekben. Három fő szempont volt, ami köré felépítettük az értékelésnek a végső elhozatalát. Először is, hogy az a vers, amit választottatok, az illik-e a ti egyéniségetekhez? Hogyan tudtátok ezt megvalósítani? Hogyan tudtátok átélni? Tehát ez már a művészi beszéd, beszédtechnikai eszközök használata, illetve a művészi teljesítmény, hogy milyen kisugárzása volt, mert hiába választasz egy szép verset, minden vers nagyon szép, de nem biztos, hogy pont azt a verset neked kellene elmondanod egy szavaló versenyen, mert egy másik embernek sokkal jobban áll, sokkal közelebb áll a lelki világához, és sokkal könnyebben elő tudja adni úgy, hogy azt a hallgatók is élvezhessék. Három helyezést adtunk ki. A harmadik helyezést Hegedűs Panna érte el. Sok szeretettel gratulálunk neki. Nagyon jó volt a versválasztásod, és nagyon élvezetesen adtad elő. Öröm volt hallgatni, úgyhogy gratulálok neked. Kányári Sándor, az okoskos. Lucskos, latyakos őszvége volt akárcsak most, mikor vásárra vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka. Sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odaállt. Máskor meg naphosszat csak tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége. Farkas vagy medve, valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt,
tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírébe állott, de egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, s elvitte a szóban forgó őszi vására. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat. Kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom lárma. Vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázda kos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihaszna kecske. Hogy kerülne már rúdra a bőröd, eképpen zsörtölődött a már cseppet sem jámborpásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával rávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány, most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondott bátyám, úgy legyen, mészáros vagyok, a kost ezen nem megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak. Indulnia kellett már is a kosnak, s indult a pásztor is, megkönnyebbültem. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért, még délre. S hát ki jön vele szembe az udvaron, ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt. Nem bizony, gazdám, volt eszed, de nekem is voltám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s mikor észre vettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem. S késével, mit megfent, szépen a sárba nyekkent. Talán még most is ott van a pocsban. Hol van az megírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt, én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor. Vitte vásárról vásárra. De hiába. A kosból nem lett pörkölt. A pásztor meg csak zsörtölt. Hűséges barátok lettek, mire megöregedtek. Második helyezést ért el Zelei Kristóf. Ő vers választása is nagyon szenzációs volt, és örültünk neki, hogy mertél elrugaszkodni a hagyományos régi versektől, és egy kicsit ilyen megújult, nagyon élvezettel, nagyon tetszett mindenkinek, és nagy örömmel hallgattuk. Úgyhogy te sem hagyd abba a versmondást. Roald Dahl tanács a televíziózással kapcsolatban a részlet. Az a legfontosabb dolog, a gyerekekre gondolok, hogy soha nem szabad, hogy tévéműsort lássanak. Sőt, a legjobb, ha bárgyuláda már be sem kerül a szobába. Amára csak jártunk, a tévét a gyerekek szájtátva nézték. 2-3 óra, meg se kottyan, csak néznek, még a szemük kibottyan. Múltkor is láttam egy helyen 10 szemgolyót a szőnyegen. Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek. Még hipnózisba nem kerülnek, s a sok szentől, amit egyre néznek, olyanok lesznek, mint a részeg. Ó, persze, tudjuk, csendben vannak, a falnak fejjel nem rohannak, nem kezdik egymást hasogatni, hagynak nyugodtan mosogatni, még fül az étel, hűl a lekvár. De azon eltűnődtetek már, hogy ez a rémséges doboz, miféle dolgokat okoz? Elsorvaszt minden érzetet, meghal belé a képzelet, az élet betömi, elrugítja, a gyereket úgy elbutítja, hogy többi biztosan nem ért meg tündérvilágokat, meséket, az agya. Lágy lesz, mint a sajt, fejében, dudva gaz kihajt. Nem is tud mást, csak nézni majd. Na jó, mondjátok majd, na jó, de ha a televízió nincsen, mivel foglaljuk el a drága gyermekünk? Mivel? Ezt fogjuk akkor válaszolni. Még nem volt a bamba holmi, még a szörnyet fel nem találták. Mit csináltak vajon a drágák? Hát elfelejtettétek volna? Ezt mondjuk lassan, szótagolva. Olvastak. A polc könyvekkel volt tele, a föld, az asztal is vele. Hát kérve kérünk titeket, a tévék kiszületeket, dobjátok el, és mihely marad, oda tehettek polcokat, a polcra végig könyveket, hadoncsanak csak könyveket. Ígérjük, nem kell félnetek, ha vártok egy vagy két hetet, a drága látos gyermekek hálásak lesznek majd neked.
Első helyezést ért el Kovács Ádám. Nagyon illet ez a vers hozzád, és nagyon szépen hattad elő. Gratulálunk neked, és további jó versmondást kívánunk. Romhányi József. Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az Újbárány riportere felkereste Ordast, interjút kér, én leközlöm, olvasd. Igaz volna a mavád, hogyan orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot se, ez az egész csak grémmese. Hogy piroskát ön folta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástul, mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megöpődtek mindketten, mégis piros farkasnyányom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba, nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. És mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamóca lép, a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam ennél szabály, hogy csak friss húsárút zabál. Kacsa! Füvet rágok, lomhál legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemésze. És meddig lesz önnél a jó hús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka. A 7.-8. évfolyamon két helyezést tudtunk kiadni, első és második helyezést, harmadik helyezettet nem. Második helyezést ért el Tájai Máté. Szeretettel gratulálunk, és nagyon ügyes voltál. Petőfi Sándor, falu végén kurtakocsma. Falu végén kurtakocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik, pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma, bezzeg hangos, munkálódik a cimbalmos, a legények kurjongottak, szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjanak olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt aludni vágy. Ördög bújik az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vígadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények. És az első helyezett pedig Zsombok Mira. Sok szeretettel gratulálunk neked, és szeresd a verseket továbbra is. Dévényi Erika, boldognak lenni. Boldognak lenni, örülni, mit jelent? Valamit érezni, meg szárnyalni késztet. Szökkelve szaladni a tavaszi réten át, nem taposva el a virágok illatát. Hátunkon feküdni a zöldfű bársonyán, kezünket széttárva, hogy ölelésre vár. Karunkba zárni az egész eget, a napsugarával kötözve meg. Testünket érezni, mint levegő buborék, mely a felhőkön pihenve áradhatna szét. Lebegni, egy gyönyörű nagy tóvizén tudva, hogy nem ragadhat el a mély. Önfeledten táncolni az utca közepén, szédülten forogni a hegyek tetején. Ismeretlen embereket a karunkba zárni, zavar pillantásuk csak nevetve csodálni. Magunkkal hívni, hogy szép a világ. Ha érezni akarja, velünk élheti át. Kérés nélkül adni szüntelenül, kérdéseket nem hagyva válasz nélkül. Boldognak lenni csak annyi. Érezni. Isten szeretetét magunkba zárni. De van egy másik boldogság, mely más utat jár. Nem kifelé mutat, a szívekig meg sem áll. Nincs rohanás, nincs tánc vagy nevetés, csak apró rezdülések, boldog remegés. Az arc ekkor már nem a mosolytól szép,
hanem a sírás természetessége az ég. A könyv az örömök patakká formája, minden cseppjében Isten áldása. És amikor szinte mindez már fáj, az igaz boldogság rám akkor talál. Hogy azt kívánom mindenkinek, hogy szeressétek a verseket, nagyon sok verset olvassatok, mert abból tudtok töltekezni a mindennapokra, egy kis pluszt adni saját magatoknak is ezáltal. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai délutánt, és mindenkinek nagyon nagy dicséret.